Most 7-8 méterről duplázgatás. A szánon, mint látható, könnyítések találhatóak. És ami nagyon érdekes egy ilyen sportpisztolynál, hogy van passzív ütőszeg biztosítása. Tehát ezt behagyták. Pisztoly az klasszikus műanyagtokos, tehát a műanyagtokban vannak a fényvezető lécek beleöntve, tehát körbeöntve az öntőformában, és nem kivehető moduláris rendszerű, mint mondjuk egy SIG P320. Amint itt látható, hogy a könnyített sportelsütő szerkezetnek a részei, azok szintén kékek. És ez a kb. 6 méterről való locsolás is meghozta az eredményét. Mindegyik többször mellkasomban lőve. Kész, össze is van rakva. Ami nekem azért a sportossághoz hiányzik, hogy nincsen töltséres tárfészek, illetve a 15 darabos tárkapacitás az talán kicsit karcsú, de természetesen vannak ehhez a fegyverhez is hosszabb, illetve vastagabb, több töltényt befogadó tárfenékkel szerelt tárak. A PPQ Q5 meccs a Walter-től jelen pillanatban elég húzó. 550 ezer forintba kerül, tehát majdnem 200 ezer forinttal drágább, mint az alapkivitelek. Mindenkinek el kell dönteni, hogy a sportelsütő szerkezet, a hosszabb cső, a Red Dot előkészítés, a három tár, az megér ennyit, vagy marad az alapváltozatnál, mert egyébként ugye ez a modern, jófogású pisztolyforma, James Bond image, ez mindenkinek nagyon szokott tetszeni. To the PDP. What happened between the PPQ and the PDP is the PPQ steel frame, which made a big splash a couple years ago in the market. That pistol came out of nowhere. Walther really thought out of the box. They essentially made what was a polymer frame handgun in the PPQ into a steel frame handgun with a machine frame machined completely out of steel billet. You fast forward to the PDP, it's a polymer frame handgun, but they took a lot of the features that they did on the steel frame, such as the grip texture and many of the things they did on the lower frame, and they incorporated on this pistol, and you'll see a lot of similarities. But this new gun, the PDP, is a little bit different.